A járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg biztonságos, ezért szeptember 1-én a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt. A köznevelésnek is fel kell készülni a védekezésre és a megelőzésre. Továbbá ki kell dolgoznia olyan eljárásrendet, amellyel lehetővé teszi, hogy szükség esetén célzott beavatkozásokkal beazonosíthatók és fokozottabban támogathatók legyenek a veszélyeztetett intézmények. Az intézkedési terv mintegy 11 témakörben és 70 pontban határozza meg az óvodák, iskolák teendőit. A protokoll kitér többek között a tanév előtti fertőtlenítésre és takarításra, a kézmosás, távolságtartás, maszkviselés során iskolán belüli szabályaira, a rendezvények megszervezésére, az étkezésre, valamint az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítására. Külön fejezet foglalkozik a kollégiumi elhelyezésre vonatkozó speciális szabályokkal, amelyekkel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a külföldről hazatérő kollégiumi tanuló esetében az érintettek tesztelését az állam térintésmentesen biztosítja. A protokoll módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően a tapasztalatok figyelembevételével kerülhet sor, amelyről az intézmények részletes tájékoztatást kapnak.